mi nem tudunk a porba írni. Úgy, ahogy voltál, úgy, ahogy voltam, úgy indultunk el az Úr felé. Kővé vált bűnök nehéz terhe alatt roskadtunk a kereszt elé. S aki meghalt értünk annyi szenvedés közt, nem vádolt és nem kárhoztatott. Nem mondta, hogy így nem tud szeretni. Elfogadott, ahogy vagy, s vagyok. Nem gerjedt haragra, hogy ilyen nyomorult az, akiért az életét adta. Tudta jól, hogy földből van az ember, s földi útja bűnnel van kirakva. S mi megmintázzuk magunknak egymást, nemes anyagból van a kép, s jaj, ha nem hasonlítunk rá, mit a képzelet felidéz. Mi nem vagyunk szelíd Krisztusok, mi nem tudunk a porba írni, mi nem tudunk a bűnös felett fájó szívvel könnyeket sírni. Mi nem tudunk megbocsájtani, mi bennünk nincsen kegyelem, mi nem tudjuk szeretni, aki bánt, még a jó testvért is nehezen. Hányszor próbálta meg az idő bennünk az érzés hitelét, hogyha az egyik vétkezik, a másik szeretni tud-e még? S hányszor estünk el a próbában, nyelvünkkel vétkezve oktalan, feledve az Isten irgalmát, mi ítélkeztünk irgalmatlan. Hányszor ismertük fel magunkban újra és újra azt a régit, aki nem jutott el sohasem a megbocsájtás szeretetéig. Úrvacsora Isten tiszteletünk alapigéjét így olvasom a Korintusi első levél 4. fejezet 5. versét. Azért idő előtt semmit se ítéljetek, míg el nem jön az Úr, aki egyrészt világra hozza a sötétségnek titkait, másrészt megjelenti a szíveknek tanácsait, és akkor mindenkinek az Istentől lesz dicsérete. Azért idő előtt semmit se ítéljetek, míg el nem jön az Úr, aki egyrészt világra hozza a sötétségnek titkait, másrészt megjelenti a szíveknek tanácsait, és akkor mindenkinek az Istentől lesz dicsérete. Kedves testvéreim, kedves vendégek, elégséges egyetlen témáról beszélni, akkor, amikor Jézus Krisztusnak, a megváltónknak a halálára emlékezünk valamilyen formában. Hogyha Jézus Krisztus keresztáldozatáról van szó, azt gondolom, hogy igen. Azonban előfordulhat az, és gyakran előfordul Isten népének a történetében, és ebben az időszakban is, hogy bizony ahhoz, hogy az Isten szeretetének a sugara bevilágítson a szívünkbe, és meg tudjon ragadni minket, ahhoz el kell sok kacatot és szemetet távolítanunk a szívünknek az útjából, az egyéni életünkből, a család életünkből és a közösségi egyházi életünkből. Bizony van olyan helyzet, amikor a gyomot gyökerestől ki kell tépni, hogy mellette a hasznos növény fejlődni tudjon. Hogy élő maradjon a kapcsolatunk, és élő legyen Krisztussal, hogy az gyümölcsöt hozzon az örök életre. Az Isten igének a fényében nézzük meg most önmagunkat, és ne a másikat. Hogy milyen mélységei és gyökerei vannak az ítélkezésnek. És mi lehet a gyógyír arra, hogy ebből megszabaduljunk Jézus Krisztus által. János evangélium a 8. fejezetében van egy biblia vers, ami eddig elég elkerülte a figyelmemet. Lehet, hogy a fordítás is hozzájárult ehhez. János evangélium a 8. fejezet 50. versében ezt olvasom. Jézus ezt mondta, pedig én nem keresem az én dicsőségemet, van, aki keresi és megítéli. Így van a Károlyi fordításban. Megnéztem más fordításokat is a görög szöveg alapján, és a következőképpen lehetne ezt fordítani, amit Jézus az akkori vallási zsidó vezetőknek mondott. Én nem keresem az én dicsőségemet, van, aki keresi, aki ítéletet mond.
Én nem keresem a magam dicsőségét, van, aki keresi, aki ítéletet mond. Azaz van, aki keresi a maga dicsőségét, az keresi a maga dicsőségét, aki ítéletet mond. Ezek után is kimondhatjuk az első dolgot, amire szeretném ma fölhívni a figyelmet, hogy aki a saját dicsőségét keresi, az ítéletet mond. Kedves testvéreim, ez azt jelenti, hogy az ítélkező lelkület mögött bizony rejtett önfelmagasztalás húzódik meg. Mindezt az Isten igéje tárja fel és leplezi le előttünk, hiszen a zsidókhoz írott levél éppen erről szól, a 4. fejezetből olvasom, hogy az Istennek az igéje a Szentlélek által miként hatol be az embernek a szívébe, és ott leleplezi az embernek a szándékait és érzéseit, indulatait. A zsidókhoz írott levélből fel is olvasom ezt az igét, mert ez a szerepe az Isten igéjének, amikor megszólaltatjuk. Mert az Istennek beszéde élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a szívnek és léleknek, az ízeknek és velőknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait, szándékait, érzéseit, mert itt az utolsó szót így is lehet fordítani. A Jóisten nem csak a gondolatainkat szeretné és a szavainkat újjáformálni, hanem az érzéseinket is. Hogy egymás iránt milyen érzelmekkel legyünk. Az érzés és hangulatvilágunkat szeretné újjáteremteni, hogy az ne úgy hullámozzék, mint a viharzó tenger. Az Isten igéje behatol a Szentlélek által a szívünkbe, és nyilvánvalóvá teszi elveszett bűnös voltunkat. De csodálatos az, hogy ugyanez az ige viszont reményt is ad. Mert rámutat Krisztusra, az egyetlen szabadítóra, akibe belevethetjük bizalmunkat. Rámutat Krisztusra, és felszólít az ő követésére. Amikor Filippiekhez írott levélben ezt olvassuk, ugyanaz az érzés, ugyanaz a gondolatvilág és cselekvésmód legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is volt. Tehát nem indulatról van ott szó, Jézusban nem volt indulat, hogy ugyanaz az indulat legyen bennetek, ami Jézus Krisztusban is volt, nem. Ugyanaz az érzés, gondolatvilág és cselekvésmód legyen bennetek, ami Jézus Krisztusban is volt. Tehát az ítélkezés lelkülete mögött rejtett önfelmagasztalás van. Erősítsük meg ezt az állítást egy másik igével. Mert az igét igével kell egybevetnünk, amikor az Isten igét tanulmányozzuk, és az Isten akaratát keressük az életünkre nézve. Hogy ne beleolvassunk, belemagyarázzunk az igébe valamit, hanem a Szentlélek segítségével kihozzuk onnan a valódi üzenetet. Ezt olvasom például János apostol 3. levelének a 9.-10. versében. Írtam a gyülekezetnek, de Diotrefész, aki elsőséget kíván közöttük, nem fogad el minket. Ezért, ha oda megyek, felemlítem az ő dolgait, amelyeket cselekszik, gonosz szavakkal csácsogván, rágalmazván minket. Sőt, nem elégedvén meg ezzel, maga sem fogadja be az atyafiakat, és akik ezt akarnák, azokat is akadályozza, és az egyházból kiveti. Mit cselekedett Diotrefész? Bizony hittestvéreit nem fogadta el, nem fogadta be őket a szívébe, akik pedig befogadták hittestvéreiket, azokat megítélte, hogy miért teszik ezt. Sőt, kivetette az egyházból, a gyülekezetből. Miért? Miért tette ezt? Mert elsőséget kívánt. János apostol pontosan rámutat erre, a Szentlélek kegyelméből, hiszen ihletett sorokról van szó. Az egyházból hogy lehet kizárni valakit? Visszatérve erre az esetre, nagyon röviden. Ha jogosan vagy jogtalanul a gyülekezet vezetői és megbízottai ítélkeznek fölötte, nem? Nem erről van szó? Ezt és más gonosz dolgokat cselekedett Diotrefész az egyházban. De János apostol pontosan tudta, hogy Diotrefész elsőséget kíván. Ez a lelkület nyilvánul meg mindig, amikor valakinek és valakiben önfelmagasztalás van. Kedves testvéreim, hadd valljam meg őszintén, hányszor fordult már velem is elő, hogy a gondolataim saját magam körül forogtak. Hogy itt és itt, hogyan nyilatkoztam, mit tettem. És amikor ezen rajta kapom magam, hát nem vagyok túl boldog.
és fölfohászkodom, hogy Uram, szabadíts meg önmagamtól, és szabadíts meg a saját mércémtől. Egy rövid részletet olvasok fel a rómaiakhoz írott levélből, és amikor felolvastam, utána érthető lesz, hogy hogyan kapcsolódik ez a részlet az elhangzottakhoz. A római levél a második fejezetéből az első 8 verset olvasom fel. Annak okáért menthetetlen vagyó ember bárki légy, aki ítélsz. Mert amiben mást megítélsz, önmagadat kárhoztatod, mivel ugyanazokat műveled te, aki ítélsz. Tudjuk pedig, hogy az Istennek ítélete igazság szerint van azokon, akik ilyeneket cselekednek. Vagy azt gondolodó ember, aki megítéled azokat, akik ilyeneket cselekednek, és te is azokat cselekszed, hogy te elkerülöd az Istennek az ítéletét. Avagy megveted az ő jóságának, elnézésének és hosszú tűrésének gazdagságát, nem tudván, hogy az Istennek jósága téged megtérésre indít. De te a te keménységed és meg nem tért szíved szerint gyűjtesz magadnak haragot a haragnak, és az Isten igaz ítélete kijelentésének napjára, aki megfizet mindenkinek az ő cselekedetei szerint. Azoknak, akik a jó cselekedetben való álhatatossággal dicsőséget, tisztességet és halhatatlanságot keresnek örök élettel. Azoknak pedig, akik versengők, és akik nem engednek az igazságnak, hanem engednek a hamisságnak, búsulással és haraggal. Miközben az ember folyamatosan ítélkezik, és ebből saját magamot sem hagyom ki, nem veszük észre, hogy réges-régen már az Istennek a jósága megtérésre indít. Megtérésre indítana, csak észre kellene vegyük. Azért olvastam fel ezt az igét, mert a 8. versben azt olvastam az előbb, hogy azoknak, akik versengők, akik nem engednek az igazságnak, hanem engednek a hamisságnak, megfizet az Úr búsulással és haraggal. Azoknak, akik versengők, ki az, aki verseng? Az, aki elsőbséget kíván. Vagy elsőbségéhez ragaszkodik, akiben önfelmagasztalás van, és ezt érvényesíteni akarja még a hamisság árán is. Szeretném hangsúlyozni, kedves testvéreim, hogy nem célozgatok senkire. Nem utalok senkire. Sem a gyülekezetben, sem a közösségünkben. Én csak a bibliai elvet szeretném körbejárni annak a világosságában, amit megértettem. Természetesen ebbe a tükörben nézéstől saját magamat sem hagyom ki, mert mindaz, ami elhangzik, és amit az Isten igéje kijelent, az természetesen rám is vonatkozik, és engem is kötelez. A versengő ember, tehát ítélkező, civakodó, az ilyen ember a megromlott emberi természetének az uralma alatt áll, és nem enged a Szentlélek indításainak. Nem beszélve arról, hogy a Szentlélek még belülről tudná őt vezetni. A római levélben, amikor a 2. fejezet első versében azt olvastam, hogy annak okáért menthetetlen vagy jó ember, bárki légy, aki ítélkezel, a menthetetlen kifejezésnél az görögben egy olyan szó van, ami azt jelenti, hogy védhetetlen. Azaz nem lehet érte védőbeszédet mondani. Másodszorban, az ítélkező ember tehát nem enged az igazságnak, hanem enged a hamisságnak. Mert az igazság az, hogy nem szabadna ítélkeznie. Mert az ige erre figyelmezteti őt, erre figyelmeztet téged és engem is. Gondoljunk arra, testvéreim, hogy az Atya az ítéletet egészen a fiúra bízta. Mit tesz az, aki ítélkezik? Az Krisztus helyére pályázik tulajdonképpen. Krisztus helyére pályázni pedig antikrisztusi magatartás. Antikrisztusi cselekedet. Egészen idáig nyúlik vissza az ítélkezésnek a gyökere. Ezt le kell, újra és újra le kell lepleznünk az Isten igéjének a segítségével, a Szentléleknek a fényében. És le kell számolnunk vele minden körülmények között. Jézus a hegyi beszédben is figyelmeztet erre minket. Nem véletlenül, hogy éppen a hegyi beszédben. A 7. fejezet első 5 versét így olvasom, a Máté evangéliumából. Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek. Mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek, és amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek néktek. Miért nézed pedig a szálkát, amely a te atyád fia szemében van? A gerendát pedig, amely a te szemedben van, nem veszed észre.
Avagy mi módon mondhatod a te atyád fiának, hadd vessem ki a szálkát a te szemedből, holott íme a te szemedben gerenda van. Képmutató, vesd ki előbb a gerendát a te szemedből, és akkor gondolj arra, hogy kivessed a szálkát a te atyád fiának szeméből. Milyen különös, hogy a hegyi beszédben is ott találjuk ezt a figyelmeztetést, ezt a felhívást Jézus részéről. Krisztus Urunk mennyire jól ismerte az emberi természetünket, és tudta, hogy az ember mire hajlandó, mire hajlamos, és hogy miből kell neki meggyógyulni. Igen, gyakran beleesem én is ebbe a hibába és bűnbe, akár észrevétlenül is. Tegnap a tudásközpontból kanyarodtam ki, nekem stoppom volt, és úgy rám húzott egy autós, hogy azonnal kijött a számon, hogy micsoda emberek ülnek az autóba a volán elé. Hogy lehet ezeknek, tovább gondoltam már, ezt már nem mondtam, hogy lehet ilyennek jogosítványt adni? Gondoljuk a következményekre, hogyha belém jön, és akkor tudjuk, hogy ez mivel jár, akinek autója van. Ez már bizony ítékezés a javából, mire észbe kaptam volna. Úgy gondolom, testvéreim, hogy a 9. parancsolat több mindent magába foglal, mint amit első hangzásra kiolvasunk belőle. És ezzel szeretném tágítani az ítékezés határát is, amiről az elmúlt percekben szóltam. Mózes 2. könyvéből, a 10. parancsolatból, a 20. fejezet 16. verséből így olvasom a 9. parancsolatot. Ne tégy a te felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot. A 23. fejezet első versét pedig így olvasom. Hazug hírt ne hordj, ne fogj kezet a gonosszal, hogy hamis tanú ne légy. Úgy gondolom, hogy a ne tégy hamis tanúbizonyságot a te felebarátod ellen parancsolat magája azt is, hogy ne hazudjunk, ne pletykálkodjunk, ne szóljunk meg senkit, és különösen ne rágalmazzunk. Sőt, azt is, testvéreim, hogy ne legyünk személyválogatók, mert az Isten nem személyválogató, ne a társadalmi ranglétrának megfelelően kezeljünk embereket, hogy a gazdag előkelő embernek tiszteletet adunk, az egyszerű szegény pedig úgy kezeljük, ahogy nagyon sok ember kezeli, vagy kezelhetnénk. Sőt, más etnikai csoportoknak megfelelően ne értékeljünk embereket, hanem nézzünk úgy rá, ahogy Krisztus nézett arra az emberre, még ha bűnös is. Ezek után akkor most már jogos a kérdés, hát ha ítélkezni nem lehet, akkor mit tegyek? Amikor rendellenességet látok, amikor azt látom, hogy az Isten igével ellentétes magatartás, cselekedet, szó, szellemi irányzat, vagy hamis tanítás jelenik meg, mit tegyek? Valamiképpen állást kell az embernek foglalni a különböző helyzetekben és esetekben. Ez így van, de mielőtt szólnék, és ez elsősorban rám vonatkozik, amit most mondok, előbb fontoljuk meg Bölcs Salamonnak a kérését, Uram, tégy závárt az én számra, tégy zárat az én számra. Többször maradjak csendben és imádkozzam, mielőtt megszólalok. Aki kevesebbet szól, az rendszerint kevesebbet is vétkezik, és bölcs embernek látszik, még hogyha nem is az. Bizonyos cselekedetekről, bizonyos emberi magatartásokról, szavakról ki kell mondani azt, hogy ezek nem helyesek. Hogy ezekkel nem tudunk azonosulni az Isten igéjének a fényében. De az ember fölött, akit az Isten teremtett a saját képmására, és akit Krisztus meghalt, az ember fölött a személy fölött nem törhetünk pálcát. A cselekedeteiről mondhatunk véleményt, de az embert tisztelnünk kell, és ezt a kettőt mi a gyakorlatban nagyon nehezen tudjuk szétválasztani. Bizony nincsen joghatóságom arra, hogy az az ember, akit szintén Isten képmására van teremtve, akit Krisztus a saját vérén váltott meg, a fölött én ítélkezzem, mert az Krisztusra tartozik, és nem rám. Egy ember minél inkább a bűn uralma alatt van, hát ezt láthatjuk a világban, annál brutálisabban fog bánni az embertársaival, nem? Nem erről van szó? Nézzük meg egyes munkahelyeken, vagy egyes családoknak az életét, vagy sok családnak az életét. Viszont ha valaki a Szentlélek uralma alatt van, akkor az embertársát, a hittestvérét tisztelni,
szeretni és becsülni fogja. Minél inkább a Szentlélek uralma alatt van, még akkor is, hogyha a másik ember, a másik testvér másként gondolkodik, mint ő. Mert Jézus ezt parancsolta a tanítványainak, mert Jézus is ezt cselekedte, és mert arról van szó, hogy aki szeret, az Istenben marad, és Isten is ő benne. Bizonyos tanításokról, szellemi áramlatokról, az ige és a bizonyságtételek fényében meg kell állapítanunk, hogy mi az igazság, és állást kell foglalnunk. De azt tegyük testvéri légkörben, egymás szavába nem vágva, imádkozva és tanácskozva. És ha nincsen egyetértés, akkor elmegyünk, imádkozunk. Utána ismét összejövünk, ismét megvitatunk egy-egy ige részt, úgy, ahogy a Miller mozgalom idején és az Advent mozgalom kezdetén ezt cselekedték az úttörőink. Mit tegyek tehát? Az ige azt tanácsolja, hogy miután megmutattad a másik ember iránti feltétel nélküli szeretetedet, ültesd magad mellé egy baráti beszélgetésre. Ezt jelenti az, amit Krisztus mondott, hogyha vétkezik a te atyád fia, menj, fedd meg őt négy szem közt. Ültesd magad mellé egy baráti beszélgetésre. Ha nem hallgat rád, védj magad mellé egy társat, két társat. És így végigviszi ezt. Máté 18. fejezetében megtaláljuk. Mikor erről beszélgettem egy idősebb prédikátor társammal, testvéremmel, ő azt mondta nekem, hogy hát ez a négy szem közti megfeddés és a további lépések a mi közösségünkben igazából nem működik. Sosem működött. Hát kedves testvérem, akkor itt az ideje, hogy elkezdjük. Mert ezt Jézus tanácsolta. Jézus tanácsolta. Az elmúlt időszakban, amikor Bózsván prédikátor értekezleten voltunk, az egyik prédikátor társam jelezte, hogy szeretne velem beszélni. Bizonyos dolgokat látott velem kapcsolatban, és őszintén elmondta. Leültetett maga mellé egy baráti beszélgetésre. Testvérem, tudjátok, milyen hálás voltam neki? Nem a hátam mögött beszélt ki engem, hanem elmondta, hogy ő mit lát, miért aggódik. Megköszöntem neki, és el tudtam mondani a dolgoknak a másik oldalát is, ami nem látszik, amit nem tud, hogy én küszködök, vagy már évek óta fontos nekem ez, amit ő mondott. Az, hogy ő leültetett maga mellé egy baráti beszélgetésre, az annak a jele, hogy szeret engem, hogy fontos vagyok neki, és azt akarja, hogy az Isten országába is együtt lehessünk. Mit tegyek tehát? Mit tegyek tehát, amikor látom, hogy nem megfelelő irányba mennek a dolgok valakinek az életében? Imádkozz és szeresd őt, böjtölj érte. Jutott már valakinek ez eszébe? Azt mondta Jézus, senkinek sincs nagyobb szeretete annál, mint aki életét adja az ő barátaiért. Hát ebbe a böjtölés is belefér. Úgy gondolom. Ha valakiben ilyen megmentő szeretet lakozik, azt a másik ember is meg fogja érezni, és a legtöbb esetben el is fogja fogadni. Nem mindig fogja elfogadni, tudom, de a legtöbb esetben el fogja fogadni. Hogyan küzdött például Pál apostol az önfelmagasztalás ellen? Annyira jó látni, amikor olvassuk a leveleit, hogy még a leveleiből is kitűnik, hogy miközben őt 100%-ig meg van győződve, hogy Jézus Krisztus apostola, az ő rabszolgája, és hogy közvetlenül az evangéliumot Jézus Krisztustól kapta, és hogyha valaki más hirdet, mint amit mi hirdettünk, azon átok legyen. Ugyanakkor azt mondja, hogy mint egy elvetélt. Ő egy olyan ember, és úgy találta meg őt az Isten. És alávaló. Nézzük csak meg, hogy mit mond magáról például a korintusi második levélben. A 12. fejezet 11. versét. Így olvasom. Semmiképpen sem vagyok alávaló a fő-fő apostoloknál, noha semmi vagyok. Ott van ez a megjegyzés, noha semmi vagyok. Vagy mint elvetéltről, mint torszülöttről ír egy másik helyen, a leveleiben. Legfőképpen mit tegyek, amikor bármilyen kísértésem, bajom, problémám vagy örömem van? Menj azonnal Jézushoz. És maradj vele. Az Úr azt ígérte, hogy aki én hozzám jön, semmiképpen ki nem vetem. Nem tudsz bűnfelismerésre, bűnbánatra jutni? Menj Krisztushoz. Szemléld őt, amint szenved a kereszten. Amint meghal érted a menny királya. Szemléld őt. Érted függött,
és hallgasd, amint imádkozik az ellene vétkezőkért. Te vagy az egyik, és én a másik. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekednek. Szemléld ezt, és szemléld a te megítéléseidet. És biztos vagyok benne, hogy Krisztus magához fog vonzani. Szemléld azt, amikor, amint a Krisztus elszenvedte a hat kihallgatásnak a tortúráját, és bűnbánatra fogsz jutni. Lehet, hogy nem tudod megfogalmazni, hogy mi a hitáltali megigazolás. Menj oda imában az üdvözítőhöz, és ő megigazít téged. Ha kéred tőle, még ha nem is érted, hogy mi történt veled, az Úr beköltözik az életedbe, és veled marad. Szemléljük Krisztust, amint megbocsát a házasságtörésen ért asszonynak. Milyen csodálatos ez a jelenet. Megvédi őt a gyilkosaitól. Az vesse rá az első követ, aki bűntelen közületek. Megvédte. És utána megalkudott a bűnne? Nem. Elítélte őt? Nem. Mit mondott? Én sem ítéllek el. Menj, de többé ne vétkezzél. Annyi éve veletek vagyok, és még nem ismertél meg engem, Fülöp, mondta Jézus. Aki engem látott, az atyát látta. Még mindig nem ismertük meg, hogy Krisztus a menny és a föld királya. Ő az egyetlen és végső megoldás minden bajunkra, nyomorúságunkra az életünkben. Még mindig nem ismertük föl, hogy nincs más, csak Jézus Krisztus, akihez oda mehetünk. Elhangzott itt az Isten tisztelet kezdetén, a hála igében is, hogy veled maradok, és nem távozom el tőled. A hegyek eltávozhatnak, a halmok megrendülhetnek, de az én irgalmasságom te tőled, el nem távozom, el nem távozik. Így szól, könyörülő Urad, nem azért, mert megérdemeljük. Hát dehogy is, hát a halált érdemelnénk. Nem csak az elsőt, hanem a második halált is, bűneink következtében. De így szól a te könyörülő Urad. A vőlegény kimondta az igent. Várja, hogy a mennyasszony is kimondja az igent. Hogy alkalmas legyen arra, hogy kimondja az igent. Az egyház, a mennyasszony. Krisztus végidő egyháza, mondja ki az igent. Hogy igen, akarom. Vigy el magaddal a mennyegzőre. A tiéd akarok lenni. Nem akarom a bűn zsoldját, a halált learatva, megsemmisülve lenni, miközben a te szereteted örökké való. Jézus mit mondott a farizeusoknak és az írástudóknak? Ha nem hiszitek, hogy én vagyok, meghaltok a bűneitekben. Én nem akarok meghalni a bűneimben. Én Krisztusé akarok lenni. Krisztust akarom választani, bármilyen állapotban is legyek. Neki akarom átadni az akaratomat, hat formája. Az értelmemet, a szívemet, mert egyedül csak ő tud megszabadítani, senki más. Így szól az Úr, aki hisz én bennem, amit az írás mondotta, élővíznek folyamai ömlenek annak belsejéből. Íme hamar eljövök, és az én jutalmam velem van, hogy megfizessek mindenkinek, amint az ő cselekedete lesz. Boldogok, akik megtartják az ő parancsolatait, hogy joguk legyen az élet fájához, és bemehessenek a kapukon a városba. Én nagyon szeretnék bemenni abba a városba. De úgy látszik, annyira még nem, hogy a bűneimmel leszámoljak. Én nagyon szeretnék bemenni. Aki szomjazik, jöjjön el, és aki akarja, vegye az élet vizét ingyen. Milyen csodálatos. Az Úr kifizette a váltságdíjat értünk. Arra kér, fogadjuk el a meghívását. Adjuk oda teljesen a szívünket. Tudja átformálni. Én oda szentelem magamat. Érettük, hogy ők megszenteltek ké legyenek az igazságban. Oda szentelte magát a kihallgatás tortúráján, a kereszten, mindvégig. Oda szenteli, most a Szentek Szentjében közvetíti az imáinkat. Közben jár értünk. Oda szentelem magamat, érettük. Jézusnak ez a dolga. Annyira szeret, neki nincs más. Ő értünk él. Értünk. A vőlegény már készen áll, és az ajtóban kopog. Meghalljuk-e az ő szavát? Nem tudom, mondtam-e itt el nektek, ezt elmondom. A nyár folyamán elvonultam 3 napra a hegyek közé, szüleimnek a Vikend házához, a Bibliával csendben imádkozni. És a 2. nap reggel erre ébredtem.
az ajtóban állok és zörgetek, aki meghallja az én szómat. És hallottam a zörgetést, a kopogtatást. Ebbe ébredtem bele. Kinyitottam a szemem, lementem, nézem, tényleg valóságos volt. Azt hittem, hogy lent valaki kopogtatott. És hát senki nem volt. És akkor tudtam, hogy az Úr volt az, aki szólt hozzám. Én nem szeretnék Krisztus nélküli prédikátor lenni. Az Úr mindegyikünk a szívének ajtaján kopogtat. A laudíciai üzenet az Isten népének szól. És aki a laudíciai üzenetet megszívleli, és a szívére veszi, az magasra fogja tűzni a mércét, és nem alkud meg a bűnnel. Sem hamis tanításokkal, sem hamis irányzatokkal. Az Krisztust akarja, szeretné szolgálni, még a testvéreiben és minden emberben is. Befejezésül felhívnám a figyelmet talán a Zsoltárok, 4. Zsoltárok 3. és 5. versére. A 4. Zsoltár 3. és 5. versére. Ezt idézi az Efezusiakhoz írott levél is. Emberek fiai, meddig lesz gyalázatban az én dicsőségem? Meddig szerettek hiába valóságot és kerestek hazugságot? Haragudjatok, de ne vétkezzetek. Beszéljetek szívetekkel a ti ágyas házatokban, és csillapodjatok. Így szól az Úr, emberek fiai, én népem, meddig lesz gyalázatban az én dicsőségem? És most helyettesíts be a dicsőség szóhoz az Úr jóságát, könyörületét, mert az Úr jelleméről van szó. Meddig lesz gyalázatban az én jóságom, amit megmutattam irántatok? Jézus Krisztusban, amikor odaadtam értetek. És akkor az 5. verset, hát bizony pontosítanunk kell. Haragudjatok, de ne vétkezzetek. Lehet úgy haragudni, hogy közben ne vétkezzünk? Én megnéztem más fordításokat is. Következőket találtam. Ha felindultok is, ne vétkezzetek. Rettegjetek és kerüljétek a bűnt. Mintha azt hallanánk, Isten félelmében vigyétek végbe a ti üdvösségeteket. Rettegjetek, de kerüljétek a bűnt. A zsidóknak a héber-magyar bibliájában ezt a fordítást így olvastam, reszkessetek és ne vétkezzetek. Tehát itt nincsen szó haragról. És az efezusi levél pedig idézi a hébert, az ószövetséget. Tehát ebben az irányba kell szerintem gondolkodnunk. Mindezek alapján érthető, hogy nem lehet úgy haragudni, hogy közben ne vétkezni. De ha elő is fordulna az, hogy haragra gerjedünk, ítélkezünk, egymás ellen a szívetekbe se gondoljatok rosszat, mondja az ige. Ha elő is fordulna, mégis csendesedjetek el az ágyas házatokba térve, mielőtt nyugovóra tértek, rendezzétek a dolgaitokat, a szíveteket a Jóistennel. Csendesedjetek el, ismerjétek el, hogy az én vagyok az Úr, mondja az Úr. És bocsássunk meg egymásnak, ahogy Krisztus is megbocsátott nekünk. Engedjünk meg egymásnak, mert Krisztus is megengedett nékünk. Az alapigét felolvasom, és az ige hirdetést ezzel zárom. Korintusi első levél 4. fejezet 5. versét. Talán mégiscsak meg fogjuk jobban szívlelni ezután, hogy ítélkezünk-e, vagy pedig visszafogjuk magunkat. Azért idő előtt semmit se ítéljetek, míg el nem jön az Úr, aki egyrészt világosságra hozza a sötétségnek titkait, másrészt megjelenti a szíveknek tanácsait, és akkor mindenkinek az Istentől lesz dicsérete. Adja az Úr, hogy így legyen. Amen.